Sziasztok youtuberek, itt Basszén a kedvenc csillagharcosatok. Elhoztam a következő videót, amit megígértem. Hihetetlen gyorsasággal elértétek az 500 megnézettséget a maszkos csillagharcos pakli profilon, és teljesen hihetetlen, hogy milyen gyorsan ráklikkeltetek. Nagyon sokan végig is néztétek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és amit ígértem, itt a következő videó, totál exkluzív, csak nektek. Bocsássátok meg a hangomat, sikerült elkapni valami vírust, ettől függetlenül is készül a videó. Tehát a mai napon nem pakli profilt fogunk nézni, hanem kártyákat. Úgy gondoltam, hogy ez is biztos nagyon érdekes lesz, hiszen nem csak a pakli profilok fontosak, egyértelműen maguk a kártyák is rettentően fontosak. És mi van annál jobb, mint amikor együtt kibontunk egy pár booster egy doboznyi boostert. Ezt a 4-es setnek a speciál dobozának hívják. A 4-es set a Colossal Warfare volt. Ebből még egyetlen boostert nem bontottam, úgyhogy ebből a szempontból is egyedülálló ez a videó. És itt igazából, hogyha megnézzük a tartalmát, akkor láthatjátok, hogy van itt 4 boosterünk, van egy speckó exkluzív promókártyánk, és természetesen van egy játék tér, egy game mat, egy play mat, egy tök alap papír darab, de nagyon jó, hogyha újak vagyunk a játékban. Úgyhogy ezeket viszonylag olcsón be lehet szerezni, természetesen nem annyira költséggazdaságosak, mint hogyha egy egész dobozzal vennénk, de ugyanakkor jóval olcsóbban is hozzá tudunk, és hát a promókártya az mind nagyon szép, szép foil, cucc, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit találunk ebben a 4-es set Colossal Warfare speciál dobozban. Rendben, tehát fölülkezdjük a bontást. Így né. És igazából itt van 2 darab enyhe ragasztás, amit nagyon könnyű átvágni. És már bent is vagyunk a dobozban, mint láthatjátok. Mindig. Na most, természetesen műanyagban van a dolog elhelyezve. Itt még a dobozban van a playmat, amit ígértem, a dobozt arrébb is rakjuk, ez már nem kell. Megnézzük nagyon gyorsan a playmatet. Természetesen elmagyarázza a játéknak a szabályait, amit megnézhetek, nagyon színes, érdekesen van, aki elmagyarázza a dolgok, és a másik oldalon pedig vannak egyéb infók. Ez igazából nem a game-et, hülyeséget mondtam, ez a play menu, remélhetőleg mondanám, hogy megtelik a gémetet, de igazából szerintem nincs is benne, úgyhogy ez van. Ez van benne. Na mindegy, ez nem is olyan kell. Nézzük a Pro Mode. Dimension Control Demigra. Tehát ez egy fekete overrealmes lap. Kijátszhatjuk 4 energiáért, vagy 4-es overrealm, meg 1 energia. Mi van itt? Amikor overrealm-e játszott, ki az ellenfeled, választ egy lapot a kezéből és a warp-ba dobja. Ha az egy battle card volt, akkor kombózhatsz vele. Ez egy nagyon okos kis lap, igazából megmondom őszintén, ez nagyon tetszik. Még az is lehet, hogy otthonra talál valamelyik most készülő paklimba, úgyhogy tartsatok velem, hiszen hozok új cuccokat is számotokra majd, még ezután a videó után is. És természetesen itt van egy booster, ezeket fogjuk most kibontani, megnézzük, hogy mi van benne. Most azért azt el kell, hogy mondjam, hogy láthatátok az előző videón is, hogy ezek a Dragon Ball Super lapok igazából az esetek többségében nagyon-nagyon szépek. Főleg a foilok, mondjuk ez a promo, ez nem egy hihetetlenül nagy foilozás, de vannak különböző fajtájú foilok is, tehát például vannak a
Super rarek, azok nagyon szépen vannak megcsinálva, vannak a secret rarek, vannak rengeteg szintű különböző lapok vannak, és nagyon jó vastag kártyára is vannak nyomtatva, úgyhogy azt sem mondhatjuk, hogy egyből meg foglak hajlani. Ugye a Magic-el vannak gondok egy pár éve, hogy eléggé gagyi kartonra vannak nyomtatva alapok. Na, a négy különböző booster az mind reprezentálja magát, tehát van itt egy SSJ 4 Goku, van itt egy Demigra, van itt egy, szerintem ez, hogy hívják, Bubby, amikor Vegitának a testét elrabolta a GT-ben, és akkor átváltozott Giant AP, valamint egy Ultra Instinct Goku. Ebben a setben jött ki az Ultra Instinct Goku lap, amiből egyet lehet csak a pakliba rakni. Ez valami hihetetlen, valami $500 kerül mostanában ez a lap. Úgyhogy ha találunk egyet, akkor lehet, hogy kis szaladok egyből a szobából. Tehát eléggé alacsony a valószínűség, általában egy case-be szokott lenni egy talán. Ezt mondják talán. Úgyhogy nézzük is, akkor kezdjük el a Goku-val. És akkor van egy pan, amit találtunk, egy Energy Burst Goku Leader, ezt megfordítjuk, ez GT Goku, egy Toki Toki Time Creator, ismét egy fekete lap, Hidden Darkness Tapion, Unbroken Dynasty Son Goku, Vengeful Onslaught, ez egy extra lap. Nem akarok Putyint mondani, de arra gondolok, remélem ti is. Dark Vessel Tambourine, Minus Kill Zone, ez jó napnak tűnik, City Patrol Gate, Saiyaman 2, ez ugyebár Videl, és akkor van itt egy, ez ugyebár a, ez egy foil, common, Ox King, és a ritkánk akkor úgy tűnik, hogy egy Hirudegard leader. Így van. Tehát összehasonlíthatjátok, ezek igazából így az alapfoilok, de hogyha kihúzunk egy szuperert, valószínűleg nem fogunk, akkor azért azok sokkal szebben vannak lefoilozva. Haladjunk tovább. A második booster, ez ugye a, hogy hívják ezt a tagot, Demigra. Nézzük, mi van itt. Van egy Namekian Duo Saunelünk. Igazából fingom nincs, hogy ez ki volt. Ez nem Neil. Csak nem Neil. Ez nem, tuti nem Neil. Nem tudom. Namek sztoriban volt valaki. Még egy Hirudegard 7-es costume lap, úgyhogy ez elég sokat kéne, hogy tudjon. Hát aztán fene se tudja, utána kell olvasni. Wow, Revenge, Adonic Warrior, Angela, Dark Vessel Drum, egy Bubby, egyes drop, Dark Absorption Mirror, ezt mondjuk ezt örülök, hogy látom, mert ezt mindenféleképpen kerestem volna. Gondolkozok, hogy egy androidos pakli, az a jelenlegi androidos paklimat feljavítom egy kicsit, de majd azt is elhozom nektek. Giné, GT Vegeta, Minotti, Hidden Darkness Minusha, ez a csávó, aki a flute-ot nyomta az egyik, szóval Zsanem, de a Hirudegáldás Zed filmben, amikor Trunks megkapja a kardot. Songotten a GT-ből ismét, és hát csak kihúztunk egy szuper rare-t, ezt nézzétek. Temporal Darkness Demigra. Na, erről beszéltem. Az nem semmi. Hát ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Ez is fekete lap. Dark Overrealm, azt hiszem, hogy csak fekete lapokkal lehet Overrealm-mel beküldeni. Mit tud? Plusz még 4 energia, úgyhogy jó drága. Ha kiáltod ezt a lapot,
válasz egy battle cardot, ami az ellenfelenél a játékban van, leküldi a warpba, aztán válasz egy lapot, egy battle cardot a warpotból, négyes energia kosztal vagy annál kevesebből is kijátszhatod. Tehát igazából jó kis lap, de mások is tudnak hasonló dolgokat csinálni, igazából, mondom őszintén. De hogyha valahogy jó ki lehet hozni okosan, akkor ez egy nagyon jó kis lap. És ha csak kiúsztunk egy szuperert, azért az mindenféleképpen jó. Nézzük a következőt. Az utolsó előtti boostert. Itt van egy Piccolo, ifjú sátán leader. A Piccolo másik oldala is. Kamin successor. Van egy Time Trauma Messailing. Én nagyon oda vagyok a maszkos csillagharcos lapokért, ezt gondolom most már látjátok ti is. Ez is egy jó kis lap igazából. Az Intensifying Power Chunks ez egy nagyon-nagyon jó lap, erről ugyebár beszéltem az előző pakli profilban is. Hát akkor úgy látszik, hogy van egy negyedik kopim is, mert ugye a Dina volt, meg mind a négy. Planet Namek, ugye ez a set, ez eléggé koncentrál a namaki lapokra, mások mellett is. Chichi, Gravy, Time Control Chronova, ez egy nagyon jó lap, ugye erről is beszéltem. Érintettem egy kicsit, amikor a pakliról beszéltem, hogy ez is nagyon jó lehet. Ez gyakorlatilag bármelyik pakliba jó, hogyha meg akarjuk akadályozni, hogy az ellenfelén tudjon szuperkombózni, ez tökéletes. Főleg sugás deckek ellen nagyon jó. Vida, a híres Sacrifice, ugye, mint megszokhattuk. Ifjú sátán feláldozza magát. Gohanért, Mr. Boo, Heavenly Wizard Demigrass, gondolom ugye az alaplap, és akkor utána átváltozik. Ez is ugye a Xenoverse-ből van ez a figura, úgyhogy a ritkánk pedig Saiyan Strength Bobby. Tehát igazából Bobby, amikor Vegeta testét elrabolta. Double Strike, amikor kiátszod ezt a lapot, és hogyha a leadered egy Machine Mutant, akkor húzol egy lapot, és válasz az ellenfeled játékba levő lapjai közül egy battle cardot, és veszt 20 000 támadó értéket a kör végéig. Tehát valakit igazából lenyom nullára. Ami nagyon fontos ebben a játékban, hogyha nullát eléri valakinek a power-je, akkor amúgy káoszva van az a lap, tehát ezzel igazából ki lehet ütni valakit. Hogyha 20 000 vagy az alatti az értéke, és ugye bár kombózással nem is tudja megmenteni az ellenfelünk. Úgyhogy igazából ez egy jó kis lap. Azt kell, hogy mondjam. És akkor az utolsó boosterünk. Van itt egy Phantom Flame Cannon. Namekian Duo Pirina. Power Barrier Piccolo. Intrepid Dynasty Son Gohan. Még egy Toki-Toki, Sneak Attack Vegeta, ez például nagyon jól néz ki, nagyon tetszik. Blaze of Glory, Son Gohan, Prodigal Dynasty, Son Goten, Dark Rejuvenation, Toa, Kakarot, mekkora. Ez most egy foil, Piccolo Kami Successor, és ez a ritkánk, ez a ritkánk. Ez pedig az Uncommon foilunk. Ugye ezt már láthattuk, csak az nem volt fóliás. És akkor az utolsó ritkánk pedig egy sárga Discovered Dynasty Son Gohan. Aki vagy lejön 4-ér, 2 sárga, vagy 3 sárgai lehet swapolni, 5. Goku's Lineage lappal. Barrier-je van. Ha swappal játszod ki, húzol 2 lapot. A Gohannak általában ezt csinálják. Majdnem, hogy az összes piros Gohan húzlapot, úgyhogy igazából nem lep meg, hogy ez a Gohan is arra megy rá. Szóval igazából összefoglalva nagyon szuper dolgokat fogtunk itt ki, hát igazából foilok terén is jók voltunk, ugyebár az utolsó pakliba ezt találtuk, aztán volt egy Saiyan Strength Bubbing,
megfogtunk egy Super Rare-t, ami nagyon király. És mi volt még itt? Mit találtam még? Ami érdekes. Hát itt még most volt ez az Ox King, ez is egy folyó volt. Sima common. Meg ugye ez a Hildegard Leader. Ez is egy ritka. És ne feledjük el természetesen a promolapot is. Ez is nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, így a videó végére van majdnem teljesen is ment hangom. Úgyhogy klikkeljetek továbbra és nézzétek meg a videóimat. Hogyha tetszett, akkor természetesen majd készül több is. Most nem állítok fel semmiféle elérési pontot. Szerintem most egy kicsit visszafogom magam videók szempontjából, megvárom, hogy a hangom visszatérjen, és akkor én is visszatérek természetesen. De nagyon örülök, hogy velem tartottatok, továbbra is csatlakozzatok hozzám, Basszeljen kielemkezik. Peace!